Na sziasztok srácok, én Bali vagyok, és ez most egy kicsit eltér a többi videótól, ami látható az én csatornámon, mert ebbe a videóba be fogom mutatni, hogy hogyan is tudjátok kikapcsolni a Windows DVR-t, azaz a Windows Xbox alkalmazást, ami súlyos FPS elvétellel jár. Ezt személyesen tapasztaltam is, amit pedig úgy tudtok el kikapcsolni, hogy itt mögöttem láthatjátok a keresőbe belementek, beleírjátok, hogy Regedit, ezt a kis ablakot fogjátok megkapni, ezt a beállítás kezelőt, kicsit arrébb húzom, hogy lássatok tőlem mindent. Első lépésben bele kell mennetek a HK Correct Userbe, ezen belül a Systemre, majd a Game Config Store-ra, és az Enabled-ot ki kell kapcsolni, azaz nektek egyesen van, és majd most nullára kell áttennetek. Ami egyrészt ki fogja kapcsolni, de még nem teljesen kapcsoltátok ki. Ezt nullára kell tenni, nekem azért van már nullán, mert nekem már ki van kapcsolva. És utána mentek a HK Local Machines-be, ezen belül a szoftverre fogtok menni. Utána mentek a policiesre, így van, aztán a Windows-ra és a Windows-on belül a Windows-ra kattintva fogtok hozni egy új kulcsot, aminek az lesz a neve, hogy GameDVR. Ez nagyon fontos. Tehát a Windows-ra kattintva új kulcs, aminek az lesz a neve, hogy GameDVR, így ahogy láthatjátok leírva. Hogyha ez megvan, ide belekattintotok egy üres része, itt pedig egy 32 bites duplasztót kell hozni, aminek pedig az lesz a neve, hogy All of GameDVR, így ahogy le van írva nálam. Aztán ha ez megvan, erre is rányítok, és itt is ezen alapból nulla lesz, azt hiszem az érték, de azért írjátok be biztonság kedvéért, hogy nulla. Aztán mikor ezzel mindennel megvagytok, akkor újraindítjátok a gépet, és tudjátok tesztelni, viszont amikor tesztelitek, azt fogjátok észrevenni, hogy mikor elindítjátok a játékot, akkor nem fogja kihozni itt körülbelül a képernyő közepén azt a kis zöld ikont, hogy nyom meg a Windows G-t, és akkor előjön a Windows Xbox alkalmazás, amivel tudtok ugyanúgy felvenni játékokat, meg egyéb dolgokat, csak nagyon-nagyon súlyosan elvészel az FPS. Nekem is például, mikor még nem volt kikapcsolva és benne voltam a Cségóba, akkor alig volt 90-100 FPS-em. És miután ezt ki tudtam kapcsolni, egyből lett 250 meg 200 FPS-em, tehát nagyon súlyosan elvesz az FPS-t. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve ha tudtam segíteni, akkor fel is iratkozhatsz. Én Bazsó voltam, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!